Ay. Ay, chup, 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 chup. Ebben az egy nap Isztambul Törökországba elviszlek titeket az Hagia Szófiába, ahol most vagyunk éppen, és később megyünk meglátogatni a szultánt, vagyis ahol lakott, és ahol volt a hárem. Szóval ez a videó egy kicsit hosszú lesz, de ha végignézed, akkor legalább nem kell neked elmenni, mert a jegy oda nagyon drága volt, ez volt a legdrágább múzeumi jegy, ami életünkbe fizettünk, és még ha életbe nem tudsz ide eljutni, akkor legalább itt láthattál. Mink Hagia Szófiába, eddig nem kértek, hogy vegyünk a jegyeket. Hatalmas itt, emberek ide jönnek imádkozni. Le kell venni a cipő, és nem akarjátok megtudni, hogy hogy nézek ki. Le kellett takarni az egész fejemet, hajamat, és nem volt nálam sál, és nem akartam tőlük kölcsön venni egyet, meg ki tudja, hogy ki után milyen tetveket kapnék. Úgyhogy fel kell tennem a kapucnit. Igazságot megmondva, nekem bazilika jobban tetszik. Így csak nagyon magas. Legalább itt a férfiak békén hagynak. Nem tudom. Engem nem wow. Wow van ez a hely. A Vatikánban valahogy szebb. Elég sok ember van, de még csak most nemrég nyílt. Ott van egy ilyen ajtó, gondolom ott ült szultán. Azok nagyon hatalmasak. Itt van a másik emelet. Nagyon kell figyelni a táskákra. A turisták jönnek ide nézegetni, fényképeket csinálni, és azok, akik itteni lakók Törökországból, ők jönnek ide imádkozni. Megtaláltam a Hagia Szófia macskát. Ő itt lakik, nem fizet albérlet, gondolom. Etetik, itatják, csinál, amit akar. Megmutatta a hasát. Ez azt jelenti, hogy bízik bennem. Nagyon aranyos volt, elég kövér, úgyhogy nem éhezik. Utána jött, utána egy kis ideig. Itt le kell venni a cipőt, és mindenki zokniba jár, és ilyen dobozokba teszed, és emlékezni kell a szám. Ezután elmentünk a szultán házába. A jegy valami 30-35 euró volt, mert nem vagyunk itteniek. Egész nap Isztambulból elmegyünk Hagia Szófiába, utána valami templomba. Nagyon csúszik a föld, úgyhogy, és még nem találtam magamnak csizma. Egy csizma sincs Törökországban, mitől folyik itt. Úgyhogy csak ez a cipőm van, ilyen Nike sportcipő is, mindenhol nagyon csúszok. Úgyhogy vagy telefon fogok, vagy nézem, hogy hova mész. És, ja. Szóval nem valami jó utazás. A kaják, ami ettünk eddig, nem valami jó volt. Oké volt. Nem volt olyan, hogy wow, hogy nem volt még olyan hely, ahova nagyon visszamennék még egyszer. Ja, kicsit csalódott vagyok a kajákba itt. Otthon, mondtuk, hogy otthon nálunk pont, ahol anyám lakik, nem messze van tőle egy török étterem, és ott finomabbak a kebabok, mint itt. Szóval, ja. Ma jön PCR-teszt csinálni a hotelbe, és utána meg
Nem tudom, már akarok hazamenni. Szóval a Topkapi Palace Múzeumban vagyunk. Palace az a palota. Szultának a palotája. Itt oldalt leírtam magamnak egy pár kis információt, ami közben bedobok a videóba, közben meg dumálok is, de ahogy látjátok, itt az első bejárat, és ez az első dolog, amit fogtok látni, egy ilyen hatalmas nagy udvar, mindenki ide jön be, oldalt egy nagy-nagy sor volt, hogy felvegye azokat a fülhallgatókat, amibe mesél az a tour guide. Mi azt nem vettünk, mi csak mentünk nézegetni, feltem mindent, ami nyitva volt. Van nagyon sok még hely, ami nincs nyitva turistáknak most 2020-ba, azért, mert nagyon-nagyon hely, és nem akartak, hogy túlságosan elterüljenek az emberek mindenhova, úgyhogy csak egy kis rész van nyitva, de ahogy látni fogjátok, ez a videó elég hosszú lesz, úgyhogy így is nagyon sok időt töltöttünk itt. Ez volt a szultánnak az egyik ágya, mert több száz szoba van itt. Csak a háremnek van minimum 300 szobája. Nincs információ, hogy pontosan mennyi szoba van a háremben, mert a hárem csak 2014-ben nyílt ki a turistáknak. Eddig le volt zárva, senki nem mehetett be, még a ilyen politikusok, akik jöttek ide látogatni, őket se engedtek be a hárembe. A hárem a legvégén jön, úgyhogy majd arról többet, arra akkor beszélek, de most csak így a palotában vagyunk, több épület van itt, vannak kisebb épületek, vannak nagyobb épületek, itt az egyik könyvtárja a szultánnak. Csak itt pár helyen voltak ilyen bábuk, minden más elég üres volt, ami szerintem, ott egy macska, ingyen itt lakik. Szerintem tudtak volna pár bútor betenni, hogy jobban megmutatni az embereknek, hogy hogy néz ki, hogy éltek itt. Én gondoltam, hogy régebbi lesz, de elég modernnek néz ki, vagyis nem tudom, gondoltam, hogy jóval régebbi, mert ez elkezdődött épülni 1459-be, és kinyílt 1460-ba. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor már eléggé régebbi épületek lesznek. Az egyik végéből lehet látni az ázsiai részét Isztambulnak. De mikor a szultán beköltözött, akkor ott pusztaság volt. Itt van még egy szoba. Nagyon sokszor újra építették sok részét a több év alatt. És a 17. században már elvesztette a Topkapi, hogy már nem volt olyan nagyon különleges, mert szultánok kezdtek élni a másik palotájukba. De a 17. századig itt éltek. Minden szultán, aki itt volt. Mit írtam ide még? Igen, szóval a 17. század után a szultánok inkább akartak más helyen tölteni az idejüket. Amit itt láttok, az szerintem egy medence volt. Itt van egy kis kút, vagy mi ez? Ilyen vízi hely. És innen fentről lehet, egy balkonból lehet látni a várost. Szóval észre fogjátok venni, hogy elég sötétek ezek a kis szobák, ilyen kis épületek vannak itt meg ott, és egy ilyen nagy szoba van bent, és elég sötét. Ez, hogy mondjam, kicsit depressziós. Minden nagyon hasonlít egymásra. Észre fogjátok venni, hogy minden nagyon-nagyon hasonló. Ugyanúgy néz ki. Úgy értem, hogy ugyanazokat a színeket használják, csak más-más formában. Itt van egy trón. Nem néz ki kényelmesnek. Lefagyna a mindenem, ha ezen ülnék.
Oké, szóval ennek a ottomán szultánoknak vége lett 1923-ba, és az állam múzeum csináltatott belőle április 3-án 1924-be. Szóval, akkor volt szultánoknak vége 1923-ban. Mindenhol nagyon magas plafonok vannak, ugyanolyan ilyen leülő kis padok, és erre mondtam, hogy jó lenne, ha lenne valami más bútor is, hogy legalább lássunk, mit csináltak ott, mi folyt ebbe a szobába, így csak egy nagy üres szobát látunk. Gondolom ez a kút itt mostak lábukat, mielőtt bementek a szobába. Szerintem, én erre gondolom. Bejöttünk a hárembe. Itt laktak a nők, és semmi férfi nem jöhetett ide be. A szultánnak az anyja segített őket ellátni. A lányok, feleségek tanultak olvasni, írni, táncolni, zenei dolgokon játszani, énekelni, meg ilyenek. Valaki úgy hívja a háremt, hogy feleségek, valaki úgy hívja, hogy rabszolgák. Ti döntsétek el, hogy ti mit gondoltok azon, hogy mit láttok ebbe a videóba, hogy milyen körülmények között laktak ezek a nők. Milyen szobájuk voltak, és milyen WC, hol kellett fürödni. Valahogy kellett télen ezt fűteni, ha fűtöttek. Elég sok WC van, mert elég sok nő volt. Szóval a hárem 400 évig tartott. Szóval 400 éven keresztül minden szultánnak volt hárem. A hárem elkezdődött 1533-ba, és itt ezen a helyen kb. Ilyen minimum 300 szoba van. De senki nem tudja, mert csak nemrég nyílt, és még nem tanulták át az minden szobát. Kint azt írta, hogy head of slave. Head of slave az a rabszolga, a head az az első, hogy a legfő. A fő rabszolgának az volt a szobája. Ahol most vagyunk, ezek a fürdőkádak. Szerintem onnan fentről jön a víz, és olyan mély, hogy tudnak itt benne állni. Gondolj vele, messzelenül oda le kell sétálni, és visszajönni. És a háremben volt több mint 1000 nő. Több mint 1000 nő. Itt még több WC. Gondolom ez WC. Nem, talán ez a kézmosó. WC kicsit máshol nézett ki. Ez itt a zenei tanuló szoba. Szóval a nők itt tanultak zenét játszani. Viszont, ahogy említettem, nemrég én gondoltam, hogy régebbi lesz, régebbi kinézetű, amin, ha mindjárt meglátjátok, ott fent galéria. Nem tudtam, hogy akkor már csináltak ilyen galériát. Oké. Hát, ahogy én itt sétáltam, elképzeltem, itt élnék, olyan unalmas lenne az életem, az az egész dolog, az élete a nőnek, hogy a szultánt na, feküdjön, és utána szüljön gyereket, és nevelje azt a gyereket. Ha valaki nem próbálja megölni, mert a nők között nagyon rendszeri volt, hogy ha fiat szül, akkor megmérgezik a fiúkat, vagy csak megölik, lekéselik. Mert ha fia születik a szultánnak, bármelyik feleségétől, akkor bármelyik fiú lehet a következő szultán. Van az egyik pali
Mi ennek a palinak a neve? Volt egy szultán. Szultán Murat a harmadik. Neki volt 103 gyereke. És hát, ki tudja, hogy ebből mennyi meghalt. Biztos van több információ interneten, de engem a török történelem nem nagyon érdekel. Nekem nem tetszett, hogy mit próbáltak Európával csinálni. Az az egész, ahogy a Vladimirrel a történet nekem nem tetszett, hogy törökök milyen agresszívan próbálták elfoglalni Európát. Elég nagy területen van, miért nem voltak boldogok a saját területükkel, miért kellett megölni olyan sok más embert és elfoglalni, ami nem az övé. És én úgy gondolom, ha nem lenne a Vlad Dracula Romániába, ha nem védené, akkor ki tudja, meddig tudtak volna eljutni. És azt olvastam, hogy Vlad Dracula kért magyar királytól segítséget, de a magyar király nem adott neki. Most megint egy ilyen fürdőhelyen vagyunk, még mindig a háremben a nőknek. Ez valahogy jobban néz ki, de nem tudom, hogy ez most a turistáknak festették ezt az arany, vagy régen is itt volt ez az aranyfesték. Ki tudja, mert lehet, hogy valamit jobban csináltattak, csak hogy ne látszódjon úgy ez a hely, mint egy ilyen börtön a nőknek, hogy a nők itt szenvedtek, vagy valami ilyesmi. Ahol most vagyunk, ez a szultánnak a helye a háremben, úgyhogy gondolom ez a jobban kinézetű WC, ez az ő WC-je volt, amikor a nőket látogatta, ott a trónja középen, aztán van itt még ágya is. Szóval ez már úgy jóval szebb, mint ahol a nők laktak. Mondjuk én nagyon kíváncsi lennék, hogy hol aludtak a rabszolgák, vagyis ups, a feleségek. Hol aludtak a feleségek? Milyen ágyuk voltak? Valahol 1000 nőnek kellett aludnia, ők többen egy nagy ágyban aludtak, vagy mindenkinek külön-külön volt. Hogy működött ez? Nincs erről semmi információ, mert ahogy mondtam, 2014-ig nem is nyílt ki ez a hely, csak azoknak, akik dolgoztak. Amit látok, ez a hatalmas, ez két ágy egymás mellett, mert sok nő van, sok hely kell nekik hol feküdniük. A másik dolog, amit akarnék látni, hogy milyen volt a matrac. Hogy nézett ki a matrac? Milyen magas? Gondolom magas volt. Gondolom puha. Talán nem biztos, hogy puha volt. Lehet, hogy elég kemény volt, mint ahogy japánoknak. Kemény ágy. Jobb a hátnak. Mint egy másik szoba. Nem tudom, hogy mire használták ez. Lehet, hogy reggeli szoba. Viszont ez úgy néz ki, mint valami polc. Hát ki tudhatja. Biztos van több információ, de így most nem nagyon érdekel. Mindegyik szoba ugyanúgy néz ki. De elég érdekes itt sétálni. És arra gondolok, hogy mennyi történelem van itt, hogy mennyi ember sétált el, mi folyt ezekbe a folyosókba, hányan haltak meg, vagy mi történhetett. Érdekes. Ilyenekről mindig gondolok, mikor valahova megyek, ami ilyen egy régi hely, hogy miket látott ez a hely. Konyhába vagyunk. A konyha többször leégett, és többször újra és újra építették, és nagyobb és nagyobb. Itt van ez a múzeum rész, ami milyen szerszámokat használtak a főzéshez, mert gondolj bele, a nőből, a feleségekből csak 1000 van. 1000 szájat kell etetni minden nap. Gondolom többször egy nap,
lehet, hogy csak egyszer egy nap etették őket. De sok ezer nő, utána mennyi gyerekek vannak ott, utána mennyi más családtag, és mennyi dolgozó, takarító, felszolgáló, ilyenek. Ezek a teák. Csáj! Teakancsó, nagy teakancsó, egy kisebb teakancsó. Nem tudom mi ez, de a fülhallgatón lehet meghallgatni. Még több teakancsó. Átlátszó teakancsó. Azt hiszem az a kék és fehér lehet, hogy vízre, vagy bor. Borra lehet. Még több ebből. És itt vannak edények. Úgy eltették, hogy minden a saját stílusába, a saját szettbe, és minden, amit láttok, ilyen színes, az kézzel festett. Elég érdekes, nekem ez jobban érdekes volt, mint a szobák. A kefe. És nagy. Mindenre van, ami kell. Erről beszéltem, hogy ezek kézzel festett. Minden egyes dolog itt kézzel festett. Valakinek volt türelme. Remélem jó fizetést kapott ezért. Amúgy elég szép. Úgy néz ki, mint valami, ami most is lehetne használni. De az helyett itt van. Ne aggódj, hamarosan vége lesz a videónak. Ennyi volt ebből a topkapiból, már megyünk el, de mikor mentünk ki, akkor észrevettük, hogy ott van még egy harmadik a múzeum. Ez, elfelejtettem mi a neve, de ez egy kicsit arrébb van, de ez is még hozzátartozik. És ide jöttek imádkozni. Ez egy ilyen csak hatalmas nagy kőből épület. Itt ezen kívül nincs semmi más, mit látni. Csak ilyen nagy. De ha már fizetsz jegyet, akkor már nézd meg, mert én nem tervezek ide visszajönni. Talán egyszer, mikor megmutatják, hogy éltek a nők. Eljöttünk egy török étterembe, az a neve, hogy Antik. Mielőtt elfelejtem, egy török lira az most, december 20-21-be, az 21 forint. Szóval 1 lira 21 forint. Mondjuk 25 lira az 300, na, 538 forint. Szóval 25 lira 538 forint. A kóla 9 lira az 193 forint egy kóláért. Esett az eső, de akartunk kint ülni, és ez volt az egyetlen hely, ami kint ülő, de terített, és amúgy nagyon aranyos volt az egész hely. Oh, good. Oh, you're good. Look at it. Oh, he likes it. Oh, he likes it. Let me get Ah, what was that? Még eztünk a múzeumokba, most nem sokára kell PCR-teszt csinálni, menni haza-vissza. De aztán bejöttünk egy ilyen étterembe, és közben olvastuk a kommenteket, és valaki mondta, hogy mert feltettem új magyar vlog, és valaki írta, hogy a bazilikába egy pap meghalt nemrég, és hetekig szellőztették a bazilikát a Covid vírus, hogy kimenjen belőle. Nagyon segít. Ja. Nem kellett volna szellőztetni, csak van ilyen alkoholspré, és az elég lesz. Kértünk egy ilyen mixed grill, mint az első napon, mert itt több másféle dolgot adnak, úgyhogy jobb így, jobban megéri így megkóstolni. Ott még el volt dugva két darab bárány, ilyen ez, báránycsap, hogy mondják magyarul, bárány ilyen. Elég finom volt, oké volt, nem volt a legjobb turista hely, esett, kellett valami gyorsan bekapni. Ezért fizettünk 294 lira,
ami forintba 6335. Szerintetek megéri? Szerintem oké jár volt. De később megyünk baklavát enni. Visszajöttünk erre a nagyon híres baklava helyre, és rendeltünk egy ilyen mixed mindenféléből egy darab, hogy ilyen kóstoló tányér. Anyámnak egy tea, nekem meg egy szőlőlé, frissen préselt szőlőlé. Érdekes volt, szóval nézzétek mennyi töltelék. Ahol ez a másik, ami mellette van, ami nagyon zöld, ott az a kis fél darab. Ez azért zöld, mert itt kevesebb a tészta. De mivel kevesebb a tészta, nem volt, nincs ott tészta, nem szívta be a szirup, és ezért nem édes, inkább sós. Nekem úgy, hát nem tudom, nekem valamiért jobban ízlett a diós, de a pisztációs is nagyon jó volt, csak az, amelyiken nem volt sok tészta, az kicsit sós volt. 122 lira, 2620 forint. Mit gondoltok erről? Szerintem nagyon jó árba van, ahhoz képest, hogy milyen népszerű a hely. Nagyon jó hely, minden friss, korán nyílnak, későn zárnak, megéri elmenni ide. Ezt mindenhol látjátok, ez a pali az a nagy sapkával. Ja, ennyi volt erre a videóról. Elég hosszú lett, tudom, de sokat néztünk. A következő videó már kicsit rövidebb lesz, és úgy értem a következő isztambuli vlog. Nem tudom, hogy még az mikor fogom feltenni, még mindig a vlogmaszt csinálok, de közben feldobtam egy ilyen videót is. Remélem tetszett, remélem tanultál valamit. Ha jártál már ebben a múzeumban, Topkapiba, akkor mit gondoltál róluk? Majd beszélünk a kommentekbe.